Ősi, egyiptomi, karmaoldó és tudatosság emelő szertartások és beavatások 2022. július 16-án. Boldog napot! Kövessetek minket az Instagramon is, ugyanis a testélek szellem harmóniájával fogunk foglalkozni, illetve bepillantást fogunk engedni a mi életünkbe. Úgyhogy tartsatok velünk ott is. Ahimsa. Éj erőszak nélkül. A 21. század nyugati kultúrájának, helyesebben kultúrálatlanságának perspektívájából a nem ártás, vagyis az ahimsa elve kissé utopisztikusnak tűnhet. De nem szabad beletörődnünk az agresszióba, az erőszakosságba, az ártás fékevesztett pusztításába, mely életünkre minduntalan ránehezedik. Tudatosítsuk végre, hogy szabad másnak lennünk, lehet pozitív magatartás mintákat választanunk. Ezúttal arra keresem a választ, hogy megteremthető-e a belső béke külső béke nélkül. Jobbítható-e egyéni szinten az életünk, és azon keresztül a világ az ahimsa elvének tudatos alkalmazása által. Elkerülhető-e legalább szenvedéseink egy része, ha és amennyiben a nem ártás nemes elvét ellessük az indiaiaktól. A szanszkrit ahimsa egy kifejezés, amely az erőszak nélküliség elvét jelenti. Az a egy tagadó, illetve fosztóképző. A himsa az erőszak és az ártás jelentéssel bír. A nem ártás első körben nagyjából annyit jelent, hogy ne okozzunk szenvedést egyik élőlénynek sem. Szenvedés alatt a fájdalomokozást, a kártételt, hova tovább az élőlény biológiai, fiziológiai életének kioltását értem. Ez alapján úgy is lehet élni, hogy a tőlünk telhető legkevesebb szenvedést okozzuk közvetlenül, akarattal, illetve közvetett módon másoknak. Ehhez célszerű mindjárt tisztázni, hogy nem csak emberekre vonatkoztatható az ártás aktusa, hanem az állatvilág és a növényvilág tagjaira is. Most azonban mindenek előtt az embertársainkra térnék ki. Korunkban sokan úgy tesznek szert előnyökre, hogy közben másokat megkárosítanak. Részint elveszik tőlük a javaikat, megvonják az elismerést, megfosztják őket a lehetőségektől és a jogaiktól. Részint nem törődnek azzal, hogy másoknak mit okoznak, és ezzel mit indítanak el az érzelem és a gondolatvilágukban. Ez utóbbiak szintjén érdemes elkezdeni a nem ártás gyakorlását. Szavainkkal és sugallt gondolatainkkal, melyeknek teremtő erejük van, meg kellene tanulnunk bánni. Redukálni, minimalizálni kellene a negatív visszacsatolásainkat, az egós reflexeinket és a múltunk vissza-vissza köszönő sugallatait. Szavainkkal legalább akkora sebeket okozhatunk, mint a fegyverünkkel. Gondolataink hatásai messze túlterjednek a jelenen, hiszen örökre nyomot hagynak embertársaink lényében. A jó indulat és a segítségnyújtás, az önzetlen vagy a viszonzást nem váró törődés pozitív visszahatásokat indít el a karmában. Míg a rossz indulat, a tudatos avagy tudattalan ártás, vagy éppen a nem törődömség és annak társa a tudatlanság kifejezetten romboló, negatív gyümölcsöket eredményez a lélek sorsában. Természetesen vannak, akiknek az ahimsa a vegetáriánus étkezést is magában foglalja. Például nem esznek húst, mivel ahhoz, hogy a húsból készült étel az asztalukra kerülhessen, előtte ki kellett oltani valakinek egy másik élőlény életét. Azután vannak olyan nem ártók, akik egyáltalán nem fogyasztanak állati eredetű élelmiszereket, mivel nagy hangsúlyt helyeznek az állati létformák rezgéseire. Az állatok, még ha egynémelyikük oly fejlett is, olyan eltérő lelki kasztba tartoznak, akiknek a létmódja az ember alatt áll.
Ennél fogva, még a belőlük származó élelmiszerek sem mindig építik az ember energetikai lényét. Gondolják ők. A tej és tejtermékek, valamint a tojás egyes szélsőséges irányzatoknál már csak ezért sem szerepel az étlapon. Sokan a növényeket is az érző lények közé sorolják. Ezért csak mérsékelt mennyiségben fogyasztják. Úgy tartják, hogy a természet törvényei alapján minden élőlény egy másiknak a tápláléka. Ám de az embernek csak annyi erőszakot szabad elkövetnie, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egészségesen, életben tartsa a testét. A hindu szentírások szellemiségét követik azok, akik úgy gondolkodnak, hogy a növényi táplálék, mint amilyen a gabonafélék családja, vagy a zöldségek, vagy a gyümölcsök, valamint az állati táplálékok közül a tejtermékek bőven elegendőek az emberi szükségletek kielégítésére. A félreértések elkerülése érdekében közlöm, hogy a nem ártás nem feltétlenül jelent együttérzést. Az erőszakmentesség testet ölthet passzivitás formájában is. Ebből még politikai mozgalom is született. Lásd Gandhit. Keleten a nem ártás jóval több, mint táplálkozási szokásokban és néhány vallási előírásban megnyilvánuló elv. A nem ártásnak komplett filozófiája van, amely a belső békéhez vezeti el az embert. Több filozófiai iskolában az ahimsa mögött valódi együttérzés és könyörület húzódik meg. A nem ártás tulajdonképpen a megtisztulás és a megszerzett tisztaság megtartásának az útja. Így ugyanis nem szennyeződik vissza a lélek. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy a karma alapján, az ok-okozat törvényének értelmében az ember által elért eredményeket nem csorbítja az ártást jelentő cselekedet visszahatása. Nem lesz frusztrált, nem dolgozik maga ellen a lélek, de azért megjegyzem, hogy elsősorban az ego az, ami a lélek vagy atman ellen dolgozik. Erőszakot, viszályt, konfliktusokat és mesterkért helyzeteket tud gerjeszteni a hamis én, mert ő, mármint a hamis én, az erőszakból nyeri az energiáját. Mi, európaiak is, ismerjük azt az embertípust, aki szinte energiavámpírként provokálja ki, majd szívja el jól felbosszantott ellenfeleiből vagy től az életenergiákat. Az ahimsa nem olyan előírás, amit nehéz volna belátni. A nem ártást azonban annyiféleképpen értelmezik, ahány lélek van a Földön. A nem ártás úgy is felfogható, mint a harmónia beállításának és stabilizálásának az egyik lehetséges megnyilvánulási útja. Nem mesebeli, nem mitológikus és nem teljesíthetetlen elvárás, hanem az Istenhez vezető út egyik ismérve. A nem ártás olyan erényeket fejleszt az ember jellemében, mint amilyen a türelem, a tisztelet, a megbecsülés, az odafordulás, az éberség és hosszú távon a bölcsesség. Az ahimsa nem csak a jógik és a guruk kiváltsága, hanem egy magasabb szintű gondolkodás gyakorlása. Részben a fizikai erőszakon való túllépésnek, részben sokféle felesleges, önös érdeken való felülemelkedésnek a kulcsa. Ha ezt a gondolatmenetet komolyan végigvesszük és követjük, akkor nem egy etikai, ökológiai, katonai, társadalmi és gazdasági problémára hathatós támaszra lelhetünk benne. A nem ártás beállítódás kérdése. Keresztények, muszlimok, hinduk, buddhisták, szikhek és rengeteg vallási irányzat egyik alapelve ez. Mindannyian tévednének? Nem hiszem.
Végezetül egy kis kulturális csemegeként említem a dzsainizmus aszketikus irányzatának néhány szokását. A dzsainizmus lényege a nem ártás. A dzsainák mindennapi életét teljes mértékben áthatja ez az elv. A dzsain aszkéták seprűvel járnak mindenhová, és folyamatosan elhessegetik az útjukból a rovarokat és az apró élőlényeket. Arcukat maszkkal fedik be, hogy még véletlenül se lélegezzenek be rovarokat és a levegőben szállingózó parányokat. Az ivóvizet mindig megszűrik elfogyasztása előtt, miként az ételt is tüzetesen megvizsgálják, nehogy valamilyen élőt egyenek meg. A dzsain aszkéták arra törekednek, hogy megszabaduljanak minden erőszakos gondolattól és beszédtől. Meggyőződésem szerint minden, amit külvilágnak hívunk, belülről jön elő. Béke akkor lesz a Földön, ha előbb bennünk születik meg a béke kicsiben. Úgy érzem, mindenkinek hasznára válik, ha eltűnődik a nem ártás elvének számára tetsző árnyalatain, mert mi, emberek, együtt, közösen teremtjük a világot. Boldog napot! Energetizáló program Domával és Gyurival. Testi-lelki wellness, teljesen a személyedre szabva. Szia, Anna! Első körülön meg szeretnének interjúrni arról, hogy valami akut fájdalmad aktuálisan van-e? Nincsen. Nincsen, hál' Istennek semmi. Kicsikét a vállam, de benne. Én még ilyet nem tapasztaltam, pedig szeretek masszőrhöz járni. Gyógymasszázsra jártam eddig, és ez a masszázs, ez mindent felülmúlt. Testileg, lelkileg egyaránt, még most is egy kicsit nehezen találom a szavakat, mert még nagyon a hatása alatt vagyok. Hát még most egy kicsit más világban is vagyok. Nagyon jól éreztem magam, nagyon profi, kellemes, nyugodt, és nagyon jó légkörben zajlott ez a masszázs. Köszönöm még egyszer, úgyhogy biztos, hogy találkozunk még masszázs tekintetében.